Jó estét kívánok, Baró György vagyok. Sorozatunk mai vendége író, pszichológus, tanatológus, aki évtizedek óta azzal foglalkozik, ez persze csak az én alkalmi megfogalmazásom, hogy hogyan bánjunk a halállal, mert ettől is függ, hogyan bánik a halál velünk és azokkal, akiket szeretünk, és persze, hogy hogyan élhetünk. Polcarán, jó estét kívánok. Jó estét. Ön hány évesnek érzi magát? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Néha 20 évesnek érzem magamat, és vannak olyan reggelek, mikor fölébredek, és azt mondom, lehetséges, hogy 81 vagyok, és alig tudom elhinni. De van, hogy 30, és van, hogy 40 évesnek. És mitől függ ez? Testi lelki állapottól, és a körülményektől. Például, ha dolgozom, nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem a munkámat, és azt jól tudom végezni, akkor olyan az élet delelőjén vagyok, olyan 30-40 körül. Ha pedig boldog vagyok, akkor 20-25 éves vagyok. Ezek szerint, csak azért kérdezem, mert ő ír, vagy írt a rendről és a rendetlenségről is. Nehéz téma, igen. De nem feltétlenül tartozik ahhoz a rendhez az, hogy az ember annyi évesnek érezze magát, mint hány éves valójában? Nem, de ezt a legtöbb öreg azt mondja, hogy nem öregszem lélekben. Egy barátom mondta volt, hogy olyan szörnyű nekem egy öreg asszonyal együtt élni. Mondom, de hát egyedül élsz. De magammal. Benézek a tükörbe, és látom magamat. És látom, hogy mozgok. Tehát van az emberben egy ilyen különös kettősség, nem mindenkinél, de nagyon sokan mondják, hogy belülről fiatalabbnak érzi magát. Meg szerintem az is van az emberben, hogy nagyon nehezen fogadja el, ahogy idősebb is, nagyon nehezen éli meg, megérti meg, hogy ő már tulajdonképpen 40, 50, 60, 70 éves, nem? Később aztán könnyebben megy, megszokja az ember. Olyan 60 után kezdje az ember megszokni, hogy öregszik, és mivel a szakmámmal jár az, hogy az öregedéssel és a halállal törődök, az azt jelenti, hogy amit ismerek, és ismerem a buktatóit, azt könnyebben tudom elfogadni. Mi az ő szakmája pontosan? Tanatológus vagyok. Ezt akartam megkérdezni, ez mit tanatológia. Hát ez egy fiatal tudományág, meg kell egyezni, mint érdekességet, hogy egyes külföldi lexikonok szerint Nagy Mária Ilona egy magyar szerző nevivel kezdődik, akit mi elfelejtettünk, aki egy tudományos fölmérést végzett a gyermekek haláltudatának az alakulásáról. Na most multidisziplináris. Itt filozófia, a néprajztól kezdve pszichológia, orvosi részei vannak, tehát tanatológia az egy bonyolult és összetett tudomány ág. Akkor, amikor azt mondja az előbb, az a kezdő nagyon szeret dolgozni. Miből áll a munkája? Mit csinál reggeltől estig? Hát először szeretek írni, tehát arra aránylag kevés időm van. Beteget közvetlenül már nem látok el haldoklót, mert kevés időm van. Tehát azt jelenti, hogy az ember gyakori éjjel-nappal egy bizonyos készenléti állapotba kell lenni, de gyászolókkal sokat foglalkozom. Itt egy érdekeséget kell elmondanom. Minek utána 30 évig dolgoztam haldoklókkal, és csak rájövök, hogy nem értek igazából a gyászhoz. És akkor egy munkacsoportot hoztam létre, és kimondottan a gyászolókkal foglalkozunk, a gyászolók segítésével. Mindig egy furcsa dolog történt, hogy a gyász tabuvá vált. Tehát nem beszéltünk róla évtizedekig. Most megint előtérbe került. Tehát a tanatológia, és annak egy része, a gyakorlata, a praxisa, az most megint az érdeklődés körébe van, csak hogy ez sem olyan nagyon egyszerű, mert a szextabu bontásával jött a szexpornó, a gyásztabu bontásával, a haláltabu bontásával a halálpornó, ugye ömlik, a médiákból, a filmekből, mindenből az agresszív halál. Ugyanakkor a halál természetes részével, a szép részével, a rítusokkal, a filozófiai részével, hogy mi történik a halál után, nagyon érdekes kutatások vannak. Ezzel alig. Azt szoktunk mondani, hogy a gyermekeinket, mint az özönvíz úgy önt el az agresszív halál, és nem tudnak semmit az igazából halálos a gyászról. Na most akkor elkezdtem foglalkozni a haldoklókkal, rájövök, hogy nem tudok eleget a gyászról. Na most, ha valaki meghal, az relatíve, könnyű, mondom én, amennyiben tudunk segíteni,
Tehát el tudjuk kérni, hogy valaki elfogadja a halált, és szépen tud meghalni, az még a környezetére is jól hat. De ha valaki nehezen hal meg, és titkolva, kórházban nem voltunk mellette, nem tudtunk elbúcsúzni, nem tudott hagyatkozni, nem tudott beszélni a félelméről, bennünk is marad egy félelem, hogy így fogunk meghalni. Fokozódik a halálfélelmünk. Na most azzal, hogy segítjük a haldoklót az utolsó percig teljes életet élni, elrendezni a dolgait, nyílt kommunikáció. Olyan fájdalomcsillapítás van most, hogy 98%-ban le tudjuk venni a fájdalmat. Miközben úgy, hogy tiszta tudattal, vagy pedig kábítva. De hát olyan lehetőségek vannak. És az, amit tudunk, hogy a mai élet, a hit és a tudomány egyeztethető. Ide csak egy mondatot dobok be, hogy Heisenberg azt mondja, hogy engem nem érdekelt Isten léte, de a munkám során találkoztam vele. Tehát az a skizis, ami kialakult a francia forradalom után, ugye, hogy nagyon racionálisak lettünk, kezd megszűnni, hogy hit és vallás egyeztethető, hogy egy csomó mindent megtudunk, hogy mi történik a halál után, nagy kutatóintézetek dolgoznak ezzel, bizonyított az extra szenzoriális percepció. Azaz? Hogy testen kívül, érzékszerveken kívül tud érzékelni az ember. Na most ezzel a haláltabu ugye kezdett megszűnni. Divattá vált foglalkozni a halállal. Ugye mi is erről beszélgetünk most. Azzal, hogy persze az ember egy ilyen témától eleve szorong, kora délután egy televíziós stúdióban, ahol azért tulajdonképpen este van, pláne meg van egy kicsit ijedve, és akkor látja önt, aki hát derűs. Mondhatnám azt, hogy majd, hogy nem propagandát próbál csinálni a szép halálnak, mert azt mondta, hogy szép a halál szépsége. Mi a halál szépsége? A halál szépsége? Ha ismerjük a rítusokat, ha ismerjük azt, hogy mind megy át a haldokló, és ha érezzük, hogy azon tudunk segíteni, azokon a nehézségeken, hogy feloldjuk a tabut, tehát azt, hogy nyíltan kommunikálni tudunk vele. Maga a segítés, az már az emberre pozitíven hat. És mondtam az előbb, az ember saját halálfélelme is múlik, hogyha nem azt látja, hogy úgy halok meg, hogy gépekre kapcsolva, vagy teljesen elhagyatottan. Tudjuk, itt van egy nagyon érdekes jelenség. Az, hogy régebben az emberek otthon haltak meg, megfelelő rítussal szerették körébe. Most 80%-a, az utolsó évnek nem ismerem a felméréseit. Kórházban hal meg. Kórházban hal meg. Na most a maradék 20%, váratlan halál, balesetek, stb. Ugye tudjuk, milyen magas a balesetek száma. Szívhalál ez az amaz. Az, hogy otthon, fölkészülve, elfogadva a halált, szerettem körébe, elég ritkaság. Miközben, amennyire tudom, ha megkérdezik, tehát ha keresik a közvéleménykutatás, fölmérések, az emberek nagy többsége otthon szeretne Igen, meghalni. Igen, pontosan így van. Igen. De hát amit az előbb elkezdett mondani azért azzal kapcsolatban, szóval úgy nem lehet fölkészülni a halálra, gondolom én, ha az ember nem tud róla, hogy meg fog halni. Igen. És Magyarországon amennyire tudom, hát nem tudom, ön erről sokkal többet tud, úgy nem lehet fölkészülni a halálra, gondolom én, ha az ember nem tud róla, hogy meg fog halni. Igen. És Magyarországon amennyire tudom, hát nem tudom, ön erről sokkal többet tud, hogy mondjuk nem szokás, nem illik megmondani. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Tudnék, eddig az orvosok is még a malignus betegséget is titkolták, nem mondták meg. De az egészségügyi reforma benne van, hogy az orvosnak kötelessége megmondani, hogyha inkurábilis a beteg, tehát egyértelműen gyógyíthatatlan, sőt, azt, hogy közeledik a halála. Na most ezt előírja az egészségügyi reform, de még nincs meg igazából a gyakorlata. Tehát az orvos is nagyon nehéz helyzetben van, mivel ez a társadalom még nem szokta meg azt, ami Amerikában van. Az orvos ott kötelezi, mert olyan orvospereket kapnak, vannak, hanem mert nem tudott anyagilag rendelkezni. De ez csak az egyik része, nem intéztem el a dolgaimat. Igazi része az, hogy érzelmileg se a család, se a beteg nem tud fölkészülni, ha titkolozunk, és nem mondjuk meg. De hogyan mondjuk meg? És hogy csináljuk? Na most itt egy egész rendeleteknek a sora következett most be, például az, hogy joga van a betegnek a haldoklása ideje arra,
hogy a család vele maradjon a kórházban, mellette legyenek. De hogy? Hogyha nincs elég hely, ha haton vannak egy kórterembe, vagy négyen, hiába ratifikáljuk, hiába vannak a rendeletek, betartani, végrehajtani nehéz. Még ennél is nehezebb és érdekesebb az, itt vannak most az eutanázia viták. Úgy tudom, most a parlamentben is döntés ez az. Amennyiben nézzük a hospice, most bevezették azt, hogy a hospice-ról beszélnek, utána az evita előtt. Tudnék, a hospice... Bocsássa meg, ezt ön alapította Magyarországon. Igen. Igen, hárman indítottuk Magyarországon, és most országos mozgalom, és benne vagyunk az egészségügyi reformban. Tegye meg, hogy egy mondatban vagy kettőben meghatározza, hogy pontosan mi ez. A hospice filozófia az életidei, halálidejét sem elhúzni, sem rövidíteni nem szabad. A halál az élet természetes része. Szükséges az utolsó időket teljességében tudja megélni az ember. Segítsük testileg, lelkileg, szellemileg. Ezek nagy dolgok. Hogy nyílt kommunikációval segítjük szembenézni, fölmérni tudni az életét, rendbe tenni a dolgait, oldani a félelmét és a szorongását, és természetesen a palliatív kezelés, a teljes testi fizikai ellátás. Ezt is megkérem, hogy határozza meg a palliatív kezelést. A fájdalomcsillapítás és minden olyan tünetnek, mondjuk szájszárasság, csuklás, hányinger, vagy étvágytalanság, tehát az emésztéssel, alvással kapcsolatos zavarok, és az aktuális panaszoknak az enyhítése. A fájdalomcsillapítás a hospice-nál, más az agonális szakaszban, úgy értem, hogy föl vagyunk rá készülve, tehát az orvosoknak meg kell tanulni a fájdalomcsillapítását a haldokloknál, más a terminális szakaszban, és más az agonális szakaszban. Terminálisnak nevezik, amikor valakinek közeledik a élete vége. Agonális szakasz a halálküzdelem. A halálküzdelmet is lehet enyhíteni, és lehet segíteni, sőt, kötelessége az orvosnak. És a hospice nem csak a beteget segíti, hanem a családtagokat is. Mert könnyű azt mondani, hogy nyílt kommunikáció. De azt segíteni a beteget és a családot, hogy el tudják érni, hogy nyíltan tudjanak arról beszélni, hogy a problémákat tudják feloldani, a konfliktusokat, a nehézségeket. De talán túl sokat is mondok, nem? Hát pici az időnk. Olyanokat mond, amiről mindegyikről azt gondolja az ember, hogy sok órát lehetne kérdezni. De mindösszesen azon gondolkodtam, amíg hallgattam, aminek nekiálltak, az igazából egy gigantikus feladat. Hát ehhez többé-kevésbé alapvető szemléleti változás kellene, amit elmondom. Igen, a hospice-nak a célja az is a társadalmi tudatnak az alakítása a halállal kapcsolatban. Ez egy nemzetközi mozgalom. Na most el kell mondanom azt, hogy 11 éve indítottuk hárman Magyarországon, hárman pénz és minden nélkül. Az, hogy benne vagyunk az egészségügyi reformban, elmondtam, hogy 5000 embert képeztünk ki a haldoklók ellátására, hanem 40 000 kezdeményezés, civil kezdeményezés, alapítvány között az minősítésben az elsőt kapta a hospice. Na most ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék elmondani. Én ebbe a társadalomban abszolút hiszek és bízok, amik erre képes. Nem arról van szó, hogy mit csináltuk hárman, hanem hogy így tudta fogadni ez a társadalom, hogy hány helyen van házi gondozás, a home care, hány helyen van kórházba részleg, a konziliárus csoport, ami kórházakba tud kimenni, hogy hány könyv jelent meg, hogy folyóiratunk van, Káron nevezető folyóiratunk van. Tehát, hogy világos ezt... Tessék. De nyilvánosan, tehát az úgynevezett nagy nyilvánosság előtt, vagy nagy nyilvánosságban, még mindig alig-alig beszélünk a halálról. Nem tudom. Meg a meghalásról. Átlag tévébe 2-3-szor szoktam beszélni a halálról. Könyvem most megjelent tavaly is, az idén is. És nem tudom, tényleg, hogy tűnik így kívülről nézve? Hogy azt gondolja az ember, hogy nagyon-nagyon keveset beszélünk róla, ahhoz képest, hogy mekkora téma, és ahhoz képest, hogy ön mondja, hát tényleg csak egyszerre lehet fogalmazni, hogy az élet lehető legszervesebb része és tartozéka. És hogy a család életét hosszú-hosszú időre
befolyásolhatja nagyon is erősen, hogyha ha valaki meghal a családból, akkor hogyan hal meg? Ha valaki meghal a családból, és nehéz ez a halálküzdelem, nagyon-nagyon nehezen tud megbirkózni vele a család, és például a gyásznál a meggyilkoltak családtagjával másként kell foglalkozni, a baleset hirtelen halálnál szintén más kell tudni, a kórházi halálnál más kell tudni, a családban lezajló halálnál. Szóval tényleg ez egy olyan, a praxisa és a filozófiája is tényleg elég gazdag és elég nagy. De ugyanakkor annyit lehet meríteni a régi rítusokból, régi szokásokból. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valamit 90 évig a társadalom tudatából kiesik, azt már nagyon nehéz visszahozni. Mi most pont azon a határon vagyunk, hogy még vissza tudjuk hozni, hogy mi a virasztás, mi az öltöztetés. Miért pont 90 év? 3-4 generáció kell, hogy kiesen, és akkor lassan a tudattalanból is kiesik. Szóval az ember tényleg azt gondolja, hogy ennek nagyon messzire visz ez a beszélgetés. Az emberek eszébe jut az legelőször is, hogy egy olyan országban élünk, ez lehet, hogy ez másutt is divat, ahol valakinek meg kell halni ahhoz, hogy őszintén jót mondjanak róla. Ezen nem gondolkodott? Szóval miért van az, hogy igazából szépeket, vagy dicsérő, vagy emberi szavakat leginkább nekrológokban lehet olvasni? Az csak azért van, mert a latin közmondás, de mortuis nihil nisi bene, csak jót mondani, de aztán később kialakul és beszélnek rosszat is. És nagyon érdekes, amit most megpendített. Tudnivik, amikor valakinek friss a gyásza, akkor csak a jóra akar emlékezni, ez egy tudattalan törekvés. És saját magát vádolja, hogy én mennyit mulasztottam, kristallizáció. Én rossz vagyok, én nem tettem meg mindent, a másik csodálatos. De egy idő múlva csak a jó tulajdonságra akarok emlékezni, és nehezen tűröm, arról a rosszat mondanak. Tehát a nekrológban csak szépet. De aztán... Jó, persze az ember arra gondol, hogy valószínűleg sokan tovább élnének, vagy élhetnének, ha többet biztatnánk, vagy dicsérnénk egymást. Azért az nem rossz az életben, ha valaki valakinek jót mond. Sőt, éltető a szeretet, és éltető a jó, és tulajdonképpen a haldoklásnál is az a fontos, hogyha a szeretetét ki tudják mutatni, és nem úgy tesznek, meg fogsz gyógyulni, mert nem mernek beszélni haláról. Tehát el tudnak odáig jutni, hogy nyíltan kommunikálni, és kimondani, hogy nagyon fáj, hogy elmész. És ő is mondja, hogy de el tudnak búcsúzni, akkor sokkal könnyebb viselni a gyászt. Egyébként, és ez nagyon fontos, hogy a gyászolók között a mortalitás másfélszer annyi, 150%-kal több, mint a normál populációnál, és a megbetegedések 3-szor annyi, 300%. Mennyi időn belül a haláleset bekövetkeztél? Szóval mi számít gyászolásnak időben? Időben? Hát ahhoz, hogy az ezt a statisztika... átlag gyászidőt egy évnek tekintjük, ez a régi hagyomány is, de most azért a tapasztalatunk szerint kicsivel hosszabb a gyász, és van a patológiás és a normál gyász. A patológiás, amikor elhúzódik. Na most a patológiás gyásznak lehet olyan megjelenési formája, hogy depresszió, közöny. De lehet olyan formája, hogy állandó váltás, a nyugtalanság, menekülés munkába, alkoholba, kábítószerbe, vagy állandó partnerváltás. Nem csak azt nevezzük gyásznak, hogyha valaki meghal. Minden veszteség, körülbelül ugyanolyan mechanizmusra közeledünk. Tehát szerelmi veszteség, vállás, sőt, a gyermek kiröpülése a házból, az is veszteség és gyász. Na most adott egy ország, meg adott egy társadalom. Amely társadalom, csak hirtelen próbálok valamit megfogalmazni. Amely társadalomban több az idős ember, mint valaha. Igen, ez egyben, az őszülőföld. Egyben nagyobb a fiatalság, mint a vásárlói réteg. Igen. Dominanciája, mint valaha. Igazából csak, hát most, hogy mondjam, csak túlzok egy kicsit, de csak azt számít, aki fiatal. Annak készül a reklám, annak a figyelmét akarjuk megragadni. A munkahelyeken már 40-50 fölött nagyon, nagyon nehéz munkát találni. És közben, hogy még egyet gyorsan beletegyek ide, bocsásson meg, a gyerekeinknek tényleges, igazi háborús élményei vannak.
igazi halált is lehet látni a képernyőn. Ezt mi nem láttuk a gyerekkorunkban. Például az én generációm nem látott halált közelről. Igazi halált. Mert ön beszélt arról, hogy agresszivitás. Tele vagyunk fikciós halállal, erőszakos filmtől kezdve minden. De a gyerekeink igazi halált is látnak sokat. Ez mind-mind új, azt gondolja az ember ebben az országban. Hogy lehet itt nekiállni egy olyan feladatnak, hogy amit ön mond, az azt jelenti, hogy a teljes élet része, sőt a nevelés és az oktatás része a halállal való szembenézés, erre való fölkészülés. Nem értettem egészen, hogy mire is kéne válaszoljak. Hogy ilyen körülmények között, és egy ilyen ellentmondásos, ilyen ellentmondásos helyzetben. Igen. Amennyiben a gyermekeket nem készítjük föl arra, és ugye az előbb utaltam Heisenberges tudományos kutató munkákra, amik azt bizonyítják, hogy a lélek tovább él. Mondjak egy nagyon egyszerű és meggyőző példát. Tehát az, hogy a klinika halálból halálközeli élményeknek több millió embernek volt része már a világon, és több elmélet van, hogy ez miért történik. Egy amerikai szívsebész a következőt csinálta. Beültetett a műtőbe 6 olyan közepesen képzett egészségügyit, akinek nem volt más dolga, mint figyelni, mi történik. Kikérdezték, jegyzőkön kiszámolják, 65%-os pontosággal tudják elmondani, mi történt. Aki testen kívüli állapotban volt, amiről beszéltünk volt, hogy extra szenzoriális percepció, tehát megáll a szív, a keringés néma égé, nem működik az agy. És vissza tudják hozni. És el tudja mondani 98%-os pontosággal, hogy mi történt. Tehát ha a psziché a testen kívül ilyen koncentrációra, ilyen memóriára képes, akkor semmi okunk föltételezni azt, hogy nem él tovább, mert miért csak abban 20, mert most már 30 perc volna is hoztak vissza a klinikai halálból embereket. Tehát abban pár percben képes csak testen kívül ilyen teljesítményre, és aztán nem. Ugye erre nincsen logikus magyarázat. Továbbá, ha nézzük azt, hogy minden hit, legyen az bármilyen primitív vagy fejlett, mindegyik arról beszél, hogy a halál után van élet. Úgyhogy lassan azt mondjuk, hogy, és ugye az utaltam előbb Heisenbergre, aki azt mondja, hogy a munkám során találkoztam vele, Istennel. Engem nem érdekelt Isten léte, de a munkám... De a pohár felekén, azt hiszem valahogy. Einstein pedig azt mondja, hogy a tudományból első korty ateizmus, de a pohár ajánlott az Isten. Tehát arról van szó, hogyha a halálról beszélünk, és tudjuk azt, hogy a testtel kezdődik egy mineralizáció, tehát visszakerül a nagy körforgásba, hamvasztása, többi, vagy így a koporsó, majd erről beszélünk, mert ezek is érdekes dolgok. A lélek pedig tovább, ha van időnk, a lélek pedig tovább él, abban a pillanatban, ha a gyermekekkel így tudunk beszélni, és ezt el lehet mondani egész kisgyermeknek is az ő nyelvén, képes beszédbe, és ez megfelel aztán, amit kamaszkorban mondhatunk, és amit felnőtteknek mondhatunk, tehát nem hazudunk, csak a nomenklatúrát szabjuk az életkorhoz. Tehát, hogyha visszakerül a nagy körforgásba a testem lebomolva, a lélek pedig tovább él, akkor másként tekintjük a halált. Persze, hogy más jelent, hogy meggyilkoltak, vagy eltűntem, vagy egy katasztrófa, vagy háborúba. De mégis tudom, hogy mi történik a testtel, és mi történik a lélekkel. Szégyellem ezt mondani, de valószínűleg nincs annyi időnk, mint amennyit szeretnék, mint amennyi kedve önnek most beszélni van. Ezért vissza kell kérdeznem, hogy mit akart mondani, vagy mit mondta, hogy a koporsóra visszatérünk, és mit mond arról? A koporsóra visszatérve, hogy nagyon érdekes ez az ezredfordulón, hogy áthallás a kelet és a nyugati vallás között, tehát azt jelenti, amit mondtam az előbb, hogy mineralizáció, és visszakerül a nagy körforgásba a test, hogy a hamvasztással mi is kezdünk ehhez közelebb kerülni. Igen, ám csak, hogy van egy buktató, belezárjuk egy olyan urnába, ami nem tud fölbomlani. Na most van egy új rendelet, ami most fog majd életbe lépni, hogy nem szabad olyanba temetni, ami nem bomlik föl, legyen az ham vagy koporsó, tehát fémkoporsó, stb. Üveg és egyemek tilosak. Csak hogy ezt ökológia szempontból hozzák, és nem spirituális, szellemi szempontból. De mégis, ahogy az ökológia, a spirituális, ahogy a filozófia és a gyakorlat
a hospice és a rendeletek, a hospice munka, ugye a haldoklók ellátása, így, hogy összefüggnek, és hogy épül föl egy új kultúra, hogy viszonyulunk. Na most, amit mondani akartam, hogy azt mondja Máru, hogy még nem volt a Földön egyetlen egy olyan kultúra, olyan civilizáció, amik úgy bánt volna holttesttel, mint mi. Hogy a kórházban, ha meghal valaki, akkor elfüggönyözük, akkor utána tepsibe, lehetőleg titokba viszik ki, hogy ne is lássuk. Míg régebben a halott megtisztelve, a rítus közepén, virágokkal körülvéve, virasztás. Az indiaiak muzsikáltak, a kínaiak bábjátékot játszottak a halottnak. Egyes cigánytörzsek mesét mondanak, keleten is van, ahol mesét mondanak. Mi keresztények virasztottunk, énekeltünk, imádkoztunk. Tehát mindez eltűnt, bekerül a hullakamarába, jegelés, drága, blokkonként fizetjük, 3000 forint 3 nap. De ha már egy nappal túllépem, akkor már a dupla blokkot fizetem. Tehát a temetésig van úgy, hogy nagyon sok ember nem tudja ebből kifizetni. Ugye olvastunk erről, hogy nem tudja apa eltemetni a gyerekét. Akkor itt van, hogy nagyon drága tud lenni a temetés. De a hamvasztás például a Csömöri temetőben az első magyar magántemető. 30 000 forintból, és akkor a kezembe adják a dobozt, amiben a hamvak vannak. Ez így néz ki. Ez igazi hamvas doboz? Igen, férjemnek a hambai voltak ebbe. Mésző Miklósné vagyok, férjemnek a hambai voltak ebbe. Na most én ezt hazaviszem, és ha akarom, a Dunába szorom, vagy a kertbe szétszorom, vagy ott tartom fenn a szekrény tetején virág mellett. És ha akarom, a Dunába szorom, vagy a kertbe szétszorom, vagy ott tartom fenn a szekrény tetején virág mellett. Gyertyát gyújtok mellette. Kialakul egy új rítus. És ennek az új rítusnak mi itt mindnyájan, és hogy beszélgetünk mi most, annak az alakítói összetevői vagyunk. Azért is hoztam el ezt a dobozt, hogy mutassam, hogy legyen elképzelésünk, ez nem olyan félelmes. Hazaviszem egy szép hímzett takaróba. Nekem muszáj volt hivatalos temetést is tartani, úgy értem, hogy ünnepélyesebbet tekintettel a férjem miatt, de egy részét szétszórtam a kertbe, a kezemmel, gyermekekkel, családgyermekeivel együtt. No, a másik még, amiről van egy pici időnk. Erre biztos van. És nem nyugolna kérdésekre válaszolni? Nem. Nem? Tehát nagy baj az a kórházban, hogy ahogy mondtam, hogy hogy bánunk a holttesttel, hogy elfüggönyözzük, és aztán titokba tovább visszük. Most ugye volt ez a botrány Miskolcon, amikor hangosan gyászoltak a rómák, és a rendőrségnek közbe kellett lépni. Igénye van az embernek a gyászra. De eztnek formát kell adni, rítust, lehetőséget, kultúrát, a csiót. Viszonyulhatunk még a régihez, most próbáljuk azt, hogy... És nagyon szeretném erről készülni egy oktatófilm. Tehát kötelező a nővérnek ellátni a beteget, azt jelenti, hogy utána meghalt, megalapították, le kell mosdatni, bezárni a szemét, felkötni az állat. Hozzá kell fűzni, ez nem mindig történik meg. Sokszor nézem, hogy hol mi van. Tehát akkor, mikor letakart a lepedővel, megkérjük, hogy csak idáig, ráteszünk egy ilyen, mint régen, a ravatalozó terítő. Meggyújtunk egy, kalotaszegről hoztam a gyertyatartót. Meggyújtunk egy gyertyát, ezt rátesszük az éli szekrényre, és fölteszünk egy kazettán, egy megfelelő zenét. 3-5 perc. Ezt kellene az egészségügybe bevezetni. Kaptunk soros segítséget, úgyhogy aki kívánja, persze nem tudjuk az ország összes kórházét ellátni, de ott, ahol kezdeményeznek, ott tudunk adni ilyen felszerelést. És én örülök, hogy ezt itt elmondhattam, azért, mert ez számít annak is, aki hallgatja, és számít azoknak is, akik szakemberek. Gondolom én. Egy kérdést. Engedje még meg az utolsó. Ma este. Ön személyesen készül a halálra? Igen. Hogyan? Először is mondtam, hogy Mésző Miklósnak vagyok a felesége.
Tehát az voltam, de vagyok. Amiért meghalt, azért a felesége vagyok. A Petőfi Irodalmi Múzeum kéri a tárgyaknak egy részét, levelek, stb. Kéziratok. Tehát rendbe teszem az ő hagyatékát, és megvan az én végrendeletem. Olyan jó azt tudni, hogy ki mit kap, és szeretettel, kedvesen gondolni arra, hogy ez ennek a képnek fog örülni, az annak a tárgynak fog örülni. Azon kívül rendbe teszem a kapcsolataimat, tehát az, hogy ahol vétettem, ott próbálom azt rendbehozni. Hogy úgy tudjak elmenni, hogy jó szívek gondolnak rám. De azon kívül még úgy érzem, hogy van egy-két tennivalom. És nézem, hogy 81 évesen meddig élhetek, én jóval túl vagyok az átlag életkoron. De úgy érzem, ez egy szubjektív dolog, hogy van 4-5 évem még. És arra a 4-5 évre, hogy mi a fontos, amit még meg kell tennem. Mert hiszen a Kolozsvári Egyetemre megyek még oktatni, tanítani, egy fél évet adok le. Még könyveket írok, még tegnap, hol is voltam? Holnap Zalaegerszegre megyek orvoskonferencián előadni ilyen témába. Tehát úgy érzem, hogy tennivalom van a halál körül, tennivalom van a gyász körül, mivel a társadalom mi vagyunk, és én is része vagyok. Tehát ebben a társadalomban, amit én szeretek, és amit én becsülök, úgy érzem, még tennivalóim vannak. Azokat behoztam ebbe az időbe, és próbálom megvalósítani. Azt gondolom, hogy így készülök én. Én meg erre csak azt tudom mondani, hogy legalább egy pár évig ne menjen még sehova. Vigyázzon magára. Jó egészséget, békét és sok szerencsét kívánok önnek, és köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a beszélgetést, olyan fontosnak tartom ezeket a témákat, és köszönöm, hogy erről beszélhettünk. Köszönöm. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.